Az elmúlt hétvégén elkezdődött a bajnokság a férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjában. A mezőnyhöz tavaly decemberben csatlakozó Sunshine Nyikse ezúttal is később kapcsolódik be a küzdelmekbe, mivel a csapat új otthonát, a Bánki tornatermét most újítják fel. Kovács Tibor edző szerint nem is baj, hogy még van néhány hetük a felkészülésre, ugyanis több új játékost kell beépíteni a legutóbb 8. helyen végző együttesbe. Magasságban, súlyban maximálisan erősödtünk. Senkit nem szeretnék kihagyni, de azért 2-3 olyan játékos van, például Farkasinski Gabi, akit nem kell bemutatni, azt hiszem a megyei sportrajongóknak meghatározó játékosunk lehet. Régebbi játékosok közül Asztalos István ismét elkezdte a kosárlabdát, ő is Palánk alatti játékban meghatározó lehet. Több főiskolás játékos érkezett hozzánk, Földházi Norbi, Marin Soma, Balog András szintén a tudásával, rutinjával korosztályos válogatott volt, ezt csak zárójelbe teszem, meg nagyon nagy hasznunkra lehet. Horváth Bence az elmúlt szezonban kulcsembere volt a nyíregyházi csapatnak. A center idén is hasonló szereplést vár magától. Gondolom idén is én leszek a csapatnak a kapitánya, ezeket a szerepeket kell ellátnom, és egy tavalyihoz hasonló jó szereplést várok saját magamtól. A Sunshine Nyikse pénteken játssza a szezon első tétmérkőzését. Kovács Tibor együttese este 19:30 az NB1-B-s Salgó Tarjánt fogadja az Zrínyi Tiszavasvári úti csarnokában.